Sziasztok animagusok, és üdvözlök mindenkit újra az Animológia csatornán, méghozzá a Mondó Konról, és hát a tematika jegyében ismét egy bizonyos kérdéskört fogunk átvenni, átnézni. Méghozzá Mondókon kisokost hoztam nektek, hiszen rengeteg kérdés felmerül mindig a Mondókonnal kapcsolatban, úgyhogy most pár ilyen tipikus, ekte, gyakori kérdést fogunk gocsi alá venni. Nézzük is, hogy mik a kérdések és mik a válaszok. Mikor lesz a kon, hány napos és meddig tart? A Mondókon az év minden szakában van, tehát egy évben négyszer jöhetünk el rendezvényre, télen, nyáron, tavasszal, ősszel, és amikor csak szeretnénk, fejben legalábbis, úgyhogy négyszer is eljöhetünk egy Mondókonra, ami általában télen egynapos, egyébként meg kétnapos, tehát szombat, vasárnap, és a jegyet is így tudjátok megvenni, hogy általában két napra szól, és hát az változó, hogy meddig tart, átlagban olyan 9:30-10 körül nyitják a kapukat, és hát szombaton koncert vagy vetítés függő, de este 10-ig is eltarthat akár, vasárnap meg olyan 6-7 fele átlagban van a vége. Hogyan lehet jegyet venni? A jegyeket a kon előtti hétig megvásárolhatjátok online, vagy a kijelölt üzletekben, aminek a listáját mind megtaláljátok a Mondókon weboldalán. Ilyenkor még 3000-5 ér, viszont itt a helyszínen is meg lehet vásárolni, csak itt 4000 forintért. Szóval keresitek a helyben vásárolós jegyet, hogyha itt szeretnétek megvenni. Hát igen, viszont azt ne felejtjétek, hogy külföldön sokkal drágább, úgyhogy ha éppen azon paráznátok, hogy most 3500 vagy 4000 forint, akkor gondoljatok bele abba, hogy ez két napra szól átlagban, egy-egy ezres mindegyik nap levásárolható belőlük bizonyos termékekre, illetve külföldön alaphangon is 8-9-10 ezer forintnál kezdődnek a jegyek, úgyhogy becsüljük meg, hogy mi még csak 4000 forintot kell, vagy csak 3500 forintot kell érte fizetnünk. Milyen korosztály van kinn a Mondókonon? Kicsitől nagyik, fiataltól idősebbik, bármilyen korosztály megtalálható a Mondókonon. Láttam már babákat is, de nyugdíjas nénit is. Átlagban általában olyan 15 és 25 év körül mozog a korosztály. Nem kell attól parázni, hogy 10 év alatti kis lurkók szaladgálnak erre mindenhol, mert nem, csak egy pár darabka van belőle. Szerintem teljesen normális korosztály van. Csak animés dolgok lesznek? Nem. Van itt japános dolog, fantazis, gémenes, cosplayes és kakupos is, meg még amire nem is gondolnál, szóval minden jóság. Csak cosplayben lehet menni? Dehogy, csak erősen ajánlom. Valójában bárhogy jöhetsz, na ez az a hely, ahol nem fognak kinézni azért, ahogy kinézel. Egyedül gáz. Na, ez az, amit sürgősen verjetek ki a fejetekből, ugyanis ide jöhetsz egyedül, baráttal, barátnővel, párral, haverokkal, bármi, egyedül, semmiféleképpen nem gáz, hiszen ez egy csodálatos közösség, nagyon jó emberekkel, remek ismerkedési lehetőségekkel, oda mész egy cosplayeshez, egy csapathoz, hogyha feeling emberke vagy, akkor is fogsz itt találni barátokat, ismerősöket, később pedig még inkább nem lesz ezzel gondod, mert tényleg itt kimondottan jó lehet barátkozni, mert egy rendkívül jó, barátságos és kedves közösségről van szó. És mit lehet enni, inni, venni? Na ez az a kérdés, amire legközelebb fogok nektek válaszolni. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy végignéztétek, hogyha tetszett, mindenképp nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsetek el a komment szekcióba írni, hogy mely kérdésekre lennétek még kíváncsiak, esetleg egy következő ilyen Mondókon kisokosos videóba, szóval kérdezzetek bátran, szívesen válaszolok, illetve mások is megválaszolhatják az esetleges kérdéseket, mert hát sok gyakori kérdés van még a konnal kapcsolatban. Szóval én még egyszer megköszönöm a figyelmet, és hogy most is velem tartottatok itt a 2018-as tavaszi Mondókonon április 7-én és 8-án. Én Saci voltam, legközelebb hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!